nagyon jól lát a szívével. Egy alapvetően szelid, rendkívül jó szándékú. Kiegyensúlyozott ember. Lelkileg egy nagyon mély valaki. Tényleges munkát nagyon elvárta, a fölöslegességeket meg nem erőltette ránk. Elképesztő pedagógiai tudása van. Én őt nagyon sok szempontból példaképemnek tekintem. Rendkívüli módon érti az embereket. Szerető kíváncsisággal hallgat meg mindenkit. A körülötte levő emberekért dolgozik, küzd. Amikor beszéltél vele, akkor azt érezted, hogy egyetlen vagy számára a világon. Egy szeretetet nyújtó, nagyon jó ember. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szent Lukács írja. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte Istentől. Legyetek hát irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Újházi András vagyok, Budapesten születtem, ott nőttem föl a Gellérthegyen. Általános iskolába, ott a Gellérthegy lábánál jártam egy iskolába, majd pedig a József Attila gimnáziumba kerültem, fizika tagozatra. Ez az az iskola, ami ma a Ciszter gimnázium a Feneketlentónál. Az világéletemben természetes volt, hogy én kémiával szeretnék foglalkozni, és így kerültem az ELTE-n kutató vegyész szakra. Mind a ketten az ELTE-re jártunk, András bácsi a természettudományi karra, én a bölcsész karra. Hétfő reggelenként, még az egyetem kezdete előtt a Krisztus Király kápolnában, Mikszáth téren, ott volt egy úgynevezett egyetemista mise. És ott találkoztunk össze, utána reggeli volt, mindig együtt reggeliztünk, sokat beszélgettünk. És valahogy ebből alakult aztán ki szép lassan, hogy akkor mi össze fogunk tartozni. Én akkor nyakig benne voltam az akkori budapesti keresztény ifjúsági életbe. Abba a templomba, ahova amúgy is jártam, oda járt Péter bácsi, illetve a felesége Rita néni, és ők hívtak egyik mise után, hogy menjek be, hiszen itt van egy ifjúsági közösség. A Tártos utcai templom fiatal közösségében ismertem meg, ahol egyébként Rita nénit is. Ez volt valamikor 1981-ben, Péter bácsival azóta ismerjük egymást. 91 nyarán hívott, hogy ő megy tanítani Budakeszire az akkor induló Prohászka gimnáziumba. A Prohászka gimnáziumba szükség volt egy kémiatanára, és akkor én hívtam oda András bácsit, 4 évig ott együtt dolgoztunk. András bácsitől az ismerettségünk az Prohászka gimnáziumban nyúlik vissza Budakeszire, ahol együtt tanítottunk. Nagyon szép évek voltak, nagyon sok örömöm volt ebben a tanításban, nagyon élveztem ezt a munkát. Abban az időben már a folyamatos átjárás Budakeszire elég terhes volt, hiszen napi 1 órát autóztam. Törtük a fejünket, hogy hát mit lehetne csinálni itt a közelben. Egy vasárnap délután minden gyerek aludt. Én az Új Ember című újságot olvastam, amit mindig a hátulján kezdtem olvasni. András bácsi valami mást olvasott, és ott volt ennek az iskolának a hirdetése, hogy igazgatót keresnek. Feleségem mondta, hogy nem akarok-e oda menni, de igazából még ő se gondolta komolyan. Viccesen felolvastam, hogy nézd, van itt a közelben egy iskola, aki igazgatót keres. És aztán, amikor befejezte azt a fejezetet, amit épp olvasott, akkor mondta, hogy na mutasd csak, hol van ez a hirdetés. És így kerültem ide, hogy jó, akkor megnéztem azt a hirdetést, följöttem, és így választottak meg 95. szeptember 1-től Pilis Csabán az akkor még Vard Mária, most már Pádua Szent Antal nevére hallgató iskola vezetőjének. Míg a 94-95-ös tanévben jött órákra, órákat látogatott. Tehát 95. szeptemberében már ő úgy kezdett hozzá a tanévhez, hogy valamennyire fogalma volt arról, hogy a tantestület milyen kvalitással rendelkezik. Akkor nagyon megijedtem, mert azt tudtam, hogy egy induló egyházi iskola nagyon sok támadásnak lesz kitéve, és egyszerűen féltettem. Igazából akkor nyugodtam meg, amikor eldőlt, hogy Péter bácsi lesz az igazgató helyettes, mert tudtam, hogy ők
jól tudnak együtt dolgozni. Az akkori diákok összetételben mások voltak az igények, mások voltak az elképzelések. Hát alapvetően ugye 1997-ről beszélünk. Az első időkben az igazgatói iroda a mostani kápolnának az apszisában volt. A többi mellette lévő termekben tanítottunk. A tanári szoba a utólag kialakított férfi és női vécén helyén volt, összesen akkora volt. Tehát ennyi volt. Ami ma portásfülke, ott is volt osztály, pedig az egy pici terem, tehát elképesztően szűkös volt. Tényleg a szűkösséget mi is tapasztaltuk, de nagyon-nagyon sok vidám pillanata volt, és soha nem éreztük, hogy ez baj, hogy így van. Persze aztán örültünk, amikor elkészült, de ezt nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy a körülmények igazából, ha nem hagyjuk, akkor nem tudnak elrontani minket. 96-ban elkészültek a tervek, innét indult meg az építkezés, a fejlesztés, és ebből mindig csak egy-egy falatot lehetett megépíteni, pontosan annyit, hogy ahányan nőtt az iskolának az osztálylétszáma, hát annyit sikerült megépíteni minden évben. Ezt követően kezdődött egy ráépítés, ennek köszönhető az emelet, az első épület, az volt az eredeti épület, gyakorlatilag a tornateremig bezárólag. Az új szárny megépítését az angol kisasszonyok rettentő módon hajtották, hogy legyen először fölépült szerkezetkészre, és amikor a akkori tartományfőnöknő meglátta, hogy áll, azt mondta, hogy ezt be kell fejezni, és szerzett rá pénzt, hogy meg be lehessen fejezni, és tudjuk használni. Tulajdonképpen ez volt az első nagy, utána megépült az aula, utána megépült az ebédlő, azzal a szárnyal, azzal a résszel együtt. Amikor megjöttem, akkor épült épp az aula. Onnan lehetett tudni, hogy ki új tanár az iskolában és ki régi, hogy aki régi tanár volt, az a kis tornaterem felé ment az ebédlőbe, mert hogy megszokta, hogy csak arra lehet menni, hiszen amíg nem volt az aula, ott nem volt átjárás a két folyosó között. Aki meg új volt, az egyszerűen azt az utat választotta, hogy keresztül megyek az aulán, és úgy megyek az ebédlőbe. És nagyon sokáig nem értettem, hogy miért mennek ők arra. És aztán egyszer megkérdeztem, és mondták, hogy hát megszokták, hogy az ebédlőbe arra kell menni, és még nem állt rá a lábuk, hogy ezt az rövidebb utat is lehetne választani. Az aula után fejeződött be a mostani tanári, és hát sajnos nagyon elhúzódott a tornaterem a fenntartó váltás után sikerült elkészíteni. 2012-ben átvette az iskolát az egyházmegye, ők adták meg a lehetőséget és részben az anyagi hátteret, hogy a új tornacsarnok is megépüljön. Az utolsó nagy lépés az új tornacsarnoknak a megépülése volt, amit már nagyon sok diák úgy emlegetett, hogy hát azt ő már nem fogja megérni. És hát megszületett az is. Gyakorlatilag ezzel fejeződött be, hogy nagyjából ennek az épületnek a rendbetétele. Hát a rendház felújítása az viszont csak részben történt, még meg ott azon még sok munka volna, amihez sok pénzt kell még előteremteni. Maga az egész építkezés, az egész növekedés, ebben az egészben ez volt a lényeg. Az együttön, mindenki együtt örült, együtt növekedtünk, együtt gyarapodtunk, együtt problémáztunk és oldottunk meg feladatokat. És ezt nem gondolom, hogy a magam nevében, szerintem bárki nevében mondhatom, ezt a növekedést mindenki magáénak érezte.
sokkal-sokkal nehezebb egy iskolának szellemiséget biztosítani, mint teret, mint fizikai teret. Tehát érted, egy iskolát ezt föl lehet építeni, nyilván kell hozzá nagyon sok támogató, meg pénz, meg jó építész, meg tervek, meg stb., meg sok év. De szellemiséget adni egy intézménynek a sokkal hosszabb idő. A legfontosabb az volt, hogy azzal, hogy egyházi iskola, meg kellett tölteni valamilyen egyházi tartalommal. Hát az én meglátásom szerint a lelki építkezésben a leginkább meghatározza András bácsinak a szerepe. A vezető társaival egyetértésben és az ő irányításával alakították ki az iskolának a lelki szerkezetét. Nekem a legnagyobb, legidősebb gyerekem akkor volt elsős a Pannonia Szakra iskolában, és ott azt láttam, hogy minden reggeli imával kezdenek, és ezt azt gondoltam, hogy ezt meg lehetne honosítani itt is. Ez egy jó dolog, hogy egy ilyen Istenre figyeléssel indul egy nap. Nem is konkrétan akkor reggel álmosan tud bekapcsolódni szívvel, lélekkel, de mégiscsak elkezdődik egy nap, amely így igazából Istenből kezdődik el. Amikor ide kerültem, akkor örömmel tapasztaltam, hogy a suliban minden reggel van ima. Beszélgetve olyanokkal, akik itt tanultak, miután kimentek az iskolába, utána szembesültek azzal, így az elmondásaik alapján, hogy azért ez nekik adott egy jó értelemben vett rutint, egyfajta napindítást, és hogy jók voltak azok, amiket kaptak a reggeli imán. Kicsit sarkítva hangzik, de majdnem az iskolán kívüli programok szerintem fontosabbak, mint az iskolán belüli programok. Főleg akkor fontosak az iskolán kívüliek, ha nem kötelezők, és mégis jönnek a gyerekek. Ebben az iskolában az a szokás, hogy minden osztály egy évben egyszer elmegy lelki gyakorlatra. És az osztályfőnök hív valakit, aki bizonyos témákról elbeszélget a gyerekekkel. Vagy közösségépítő programokat szerveznek, vagy kis csoportos beszélgetéseket, szóval bármit. Sokkal jobban meg lehet ismerni a gyerekeket, és más, tehát olyan értékeik jönnek elő, amik iskolába eszembe se jutnak, hogy vannak. Kicsit kimozdulni a megszokott közegből, kicsit más dolgokról beszélgetni, nagyon-nagyon hasznos az osztályközösség szempontjából is, meg a fiatalok személyes lelki fejlődése szempontjából is. Az iskola alapelve egyébként szerintem valami ilyesmi, hogy nem csak tanítunk, hanem nevelünk. És ha nevelünk, akkor természetesen a keresztény értékrend alapján. Minden lelki gyakorlatnak, meg a lelki napoknak is, ezeknek a szervezésében azért az vezérel bennünket, hogy ne kész receptet adjunk, hogyha így csinálod, az tuti, mert nincs kész recept. Mindenkinek a saját maga kapcsolatát kell építenie az Istenhez. Ez az egyik olyan szegmense az iskolának, amin gyakorlatilag szüntelenül és folyamatosan dolgozunk, hogy hogyan lehetne még jobb és még megfelelőbb, mert egy latin órát, egy matek órát, egy magyar órát, hát ha elrontok, hát majd a diák nem fogja szeretni. De ha egy lelki gyakorlat félremegy, akkor az esetenként még komoly ellenérzéseket is szülhet olyan dolgok iránt, amiket mi pont szeretnénk pozitívan tálalni az ifjúság felé. Arra törekszünk, hogy azokkal a dolgokkal, amiket lelki napokon, lelki gyakorlaton, reggelimákon adunk, mindenki egy kicsike kis téglát rakjon arra az útra, ami őt az Isten felé vezeti. Az, hogy lelkében mi megy át, ez magánbeszélgetésekből vagy osztálytalálkozókból kiderül. Sajnos nincs róla statisztikai fölmérés, mert nagyon érdekelne az, hogy tényleg mi megy át. Mert azt tudjuk, hogy hányatokat veszik föl, meg hány százalékos érettség eredmény. Ezeket könnyű leellenőrizni, és örülünk az eredménynek. Az iskola alapelve az, hogy ezeknél az eredményeknél többre tartja a lelki eredményeket. És ezzel az igazgató úr is így van. Alapfokú művészeti oktatásnak itt a rendszerváltás után
alakult ki a hagyománya, akkor indult Pilis Csabán a Zene és Társművészetek iskolája. És 2004-ben Pilis Csaba városa úgy döntött, hogy neki nem kell zeneiskola. És akkor átültünk a megyéhez, és aztán azok is dobtak minket. És akkor jutott eszembe, hogy miért ne lehetne itt ezt az a zeneiskolát ide kapcsolni ehhez a mi iskolánkhoz. És akkor ültem le Andrással beszélni, és nem kellett sokat rábeszélni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Előtte is voltak összekötetések a művészeti iskola és az akkori Vard között, nem is kevés, és én is ide jártam. Mielőtt a zeneiskola itt lett volna, például itt tanultam én hegedülni, nem pedig lenne a zeneiskolában, csak aztán a két intézmény egyesült, ötvöződött úgymond, és azóta sokkal szorosabb lett az együttléte a kettőnek. Azóta tényleg egy intézményről beszélhetünk gyakorlatilag. Végül is 2004. szeptember 1-től sikerült átvenni az alapfokú művészeti oktatást minden tanárral, mindenestől. És így nem is értettem, hogy miért kell mindig neked megoldani a világ összes problémáját, és azt mondta, hogy úgy érzi, hogy a zeneiskola az iskolának lehet nagyon, nagyon erős támasza. Az András eleve zenél, tehát ő maga is zenész. Gyakorlatilag 8. év elején kezdtem el én fagottot tanulni, úgyhogy én a zene szeretetét innét hoztam, és aztán sok évig nem nagyon volt rá módom, hogy aktívan zenéjek, de amikor átvette a zeneiskolát a mi iskolánk, akkor hirtelen megint egy csomó zenész került körém, és elkezdtünk együtt is játszani, úgyhogy a tanári hangversenyeken már én is általában aktívan jelen vagyok. Azt, ami népzenei nevelés van itt az iskolában, azt így a 90-es évek második felében Kovács Marci bácsi alapozta meg. Marci volt a furujával, én a hegedűvel. Volt komoly zene és népzene oktatás már abban az időben is, volt kerámia. És volt tánc is már akkor is. Sikerült szép lassan minden tekintetben integrálni a művészeti oktatást. A tanárok is részese ugyanúgy a tantestületnek, és jó az együttműködés a két iskolatípus között. Ezekért mindig nagyon csodáltam, hogy ennyire előre tudott látni, hogy a zeneiskola nagyon komoly támasza lesz az iskolának azokban a nevelési célokban, amiket ki tűzött maga elé. Az egész valamikori és mostani tantestületünk, és azt hiszem, hogy a mostani és a régi diákok nevében is azt köszönjük neked, hogy valamennyiünk számára nem az igazgató, nem a kolléga és nem a tanárunk voltál elsősorban, hanem ember. Egy igaz ember. Ezt köszönjük. Ahhoz, hogy egy intézmény éljen, folyamatosan mindig újabb és újabb dolgokat kell beletenni, mert újabb diákok vannak, a társadalom változik, újabb kihívások vannak, és én már nem nagyon találom meg ezekre a választ. 24 év igazgatásban azért nagyon bele lehet fáradni, és ezt érzem magamon. Én az elmúlt évek alatt, ami én bennem volt ötlet, kreativitás, azt mind beletettem az iskolába. De hogyha az életem egészére nézek, akkor azt gondolom, hogy rengeteget kaptam. És ez számomra nagyon fontos és szép. És remélem, hogy ebből valamennyit át is tudok adni a következő generációnak. Ő az egész életét beleadta ebbe, ebben 25 évben. Rögtön a saját képére tudta formálni ezt az intézményt, és azóta is
ez az ő iskolája gyakorlatilag. És egyébként ez most lesz érdekes majd, igazán. Jön egy új igazgató, és jön egy új korszak, hogy mi az, amit átvesz, mi az, amit megújít, tehát hogy ténylegesen létezik az iskola identitással. Ezzel még egyet nőtt a szemembe az András, hogy meghozta ezt a döntést. Szerintem egy nagyon bátor lépés volt tőle ez. Ő csinálta meg ilyennek az iskolát. Tehát szerintem a mai formája az egy-egy az ő nevéhez fűződik, az ő személyiségével fényjelezhető. Tehát az, hogy az intézmény így néz ki, ilyen kisugárzása van, ez nagy mértékben igazgató úrnak köszönhető. Azt gondolom, hogy az életének egy jelentős műve itt van ebben az iskolában. Ez a 24 éves tekinthető András bácsi egyfajta lelki életművének. Tényleg rajta hagyta a kezét az iskola életén. Amit itt létrehozott, az szerintem egy olyan dolog, ami nagyon jó, és nem fog nyomtalanul elmúlni nagyon sok ember életében.